Madaras Zoltán, a Baranya megyei közgyűlés elnöke, lezárult egy önkormányzati ciklus, ebből másfél évet ült az elnöki székben. Hogyan lehet értékelni az eltelt időszakot? Én úgy gondolom, hogy igen aktív időszakon vagyunk túl. Nagyon sok munkánk volt, meg is találtuk a munkát. Azon kívül, hogy a pályázatoknak a koordinálásával és az elosztásával foglalkozik, ugye a területfejlesztéssel a Baranya megyei közgyűlés. Ezen kívül mi igyekeztünk a befektetés ösztönzéssel foglalkozni, Baranya megyei vállalkozásoknak a felkorolásával, illetve az üresen álló iparterületeknek a kiajánlásával külföldi vagy más magyarországi területen lévő multinacionális cégeknek, hiszen bízunk abban, hogy tudunk ide csábítani még egy-két céget, vagy pedig tudjuk a helyieket úgy elősegíteni a fejlesztéseiket, hogy itt helyben kamatoztassák a bevételeiket, erőforrásaikat, és itt fejlesszenek. Mire a legbüszkébb elnöki tevékenységéből? A nemzetközi kapcsolatokra egyik oldalról, mert nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki a horvátországi testvérmegyeinkkel, ezen kívül a boszniai Neretva-Hercegovina kantonnal között testvérmegyei kapcsolatot kötöttünk. Útban van már a klasztereknek, a gépipari és a faipari klasztereknek a testvér együttműködésének az aláírása. Ezen kívül a dél-koreaiakkal alakult egy olyan kapcsolat, hogy váratlan jövőjében szintén vállalkozókkal együtt érkeznek hozzánk, és szeretnének a kis megyénkben körbenézni. Mennyire elégedett a baranyai közgyűlés politikai kultúrájával? Én úgy gondolom, hogy nagyon jó vitapartnereink vannak az ellenzék részéről is, illetve azért konstruktívan tudunk haladni, hiszen látom azt, amikor egy közös ügy van abban, hogy fejlesszük a megyét, vagy egy közös célért kiálljunk, akkor nem lehet ebben sem kérdés, sem gáncsoskodás, és ezúttal is köszönöm az ellenzéknek, hogy partnerek voltak ebben. Mi a terve október 13-a után, marad-e a politikában? Én a munkában hiszek, és maradok. Egyelőre még, mint babonás ember, azt mondom, amíg nem írom alá, addig nem szeretek nyilatkozni, de maradok a politikában, és bízom bennem, hogy konstruktív, vagy inkább szakmai munkát fogok végezni jövőben.